Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Naturtex STS Edeák PVSK Veolia férfi NBA egy A-csoportos kosárlabda mérkőzést láthatnak pillanatokon belül. Egy jó formában lévő és önbizalommal teli Edeák egy mostanság talán picit gyengébb játékot mutató Pécset fogad itt az újszegedi sportcsarnokban. Zsinórban harmadik győzelmére hajt a Edeák, ebben a hónapban két hét alatt már az ötödik meccsét játsza Szecskó Szekulovics gárdája. A pécsiek pedig két nappal a Szolnok ellen elszenvedett vereség után érkeztek ide Szegedre, és nézzük is meg akkor a vendégcsapat összeállítását. Egyessel Kenneth van der Burg, hármassal Veiko Dragasevics, ötössel Alexej Kerev, hatossal Veiko Budimir, a csapatkapitány, hetessel Marko Krivacevics, nyolcassal Michael Lewis, kilencessel Ruják András, tizenegyessel Bíró Levente, tizenkettessel Veiko Brikic, 16-ossal Meleg Gergő, 80-assal Demeter Attila és 88-assal Hőgye Patrik, a vendégcsapat vezetőedzője Dragan Aleksic, segítője pedig az az Andrija Csirics, aki korábban a Edeák egyik legfényesebb csillaga volt. Nézzük akkor a hazai csapatot. Egyessel természetesen Zach Brown, kettessel Kerpel Frónius Gáspár, 11-essel Valok Szilárd, 12-essel Keller Iván, 13-assal a csapat kapitánya Virt Ádám, 14-essel Gyortya Zeletovics, 20-assal Majer Ákos, 21-essel James Dickey, 27-essel Olasz Ádám, 31-essel Kepel Frónius Balázs, 35-essel Polányi Kristóf és 40-essel Dering Owens. Továbbra is Tecskó Szekulovics, tehát a hazai csapat vezetőedzője, segítői pedig Simándi Árpád és Kis Zsolt, a mérkőzés játékvezetői Földházi Tamás, Mészáros Balázs és Fodor Attila lesz. Ahogy azt mondtam, Zsinórban a harmadik győzelmére készül a Edeák, és önbizalomnak hiány sem lehet a tiszaparti csapat, hiszen hétközben egy hatalmas győzelmet arattak az Aegis Körmend otthonában. 80-74-re tudott akkor győzni a fehérmezben játszó hazai csapat, mármint a most fehérmezben játszó hazai csapat, úgy, hogy 0-15-ről álltak föl a padlóról, és gyakorlatilag 7 percig pontot sem sikerült szerezni a Körmend otthonában. Innen jött vissza a Edeák, és végül egészen parádés teljesítménnyel 2013 után először győzött Körmenden. Hasonlóan kemény feladat lesz most is, hiszen bár a Pécs eddig nem szerepel túl jól a bajnokságban, azért semmiképp sem szabad leírni őket. A Pécs ellen egyébként legutóbb 2018 áprilisában tudott nyerni a Edeák, akkor 80-57-re ugyanitt az újszegedi sportcsarnokban, de az utolsó 5 meccset egyaránt elvesztette a Edeák. Legutóbb idén januárban 72-84 lett a végeredmény. És akkor most már itt vannak a csapatok is, lepacsiznak a játékvezetőkkel, és hamarosan elkezdődik a hetedik fordulóból elhalasztott mérkőzés a kosárlabda NBA 1 A-csoportban. Van der Burg, Demeter, Meleg, Brikic és Bíró alkotja a kezdő ötöst Pécsnél. A Edeáknál Brown, Gowens, Kerpel Frónius, Dickey és Gyortya Zeletovics. Kerpel Frónius lódul meg már is, és nyartol egy faltot. Csereként kezdett a Körmend ellen, és 0-15 után állt be a pályára Keller Ivánnal együtt, akiről majd később azért érdemes lesz beszélni, hogy mit művelt Körmenden. Brown szedi össze közben a lepattanót, aztán azonban a labda a Pécshez kerül. Ugye a pécsiek, mint mondtam, kevesebb, mint 48 órával ezelőtt játszották utolsó meccsüket. A Szolnok ellen hazai pályán szenvedtek 86-68-as vereséget. Őket is természetesen megviselte a járvány. Októberben tudták lejátszani csak első meccsüket. Most viszont vezetéshez jutnak. Brikic. És ugye legutóbb itt az Alegerszeget tudta legyőzni a Edeák az újszegedi sportcsarnokban. Dickey válaszol gyorsan. James Dickey személyében jelen pillanatban a magyar bajnokság legjobb játékosát láthatjuk a pályán, legalábbis, hogyha a VAL átlagos pontszámokat nézzük. Ki egészen elképesztő
statisztikákkal rendelkezik egyébként is, 24 pontot szerzett egyébként Körmenden, és ehhez még hozzáadott 15 lepattanót is. Kerpel Frónius Gáspár fordul és passzol Dikihez, és ez is bent van, fordít a Szedeák. 4-2. Vanderberg. Bíró. Egyedül próbálkozik Kerpel Froniusszal, magyar csata. Govens próbált labdát szerezni, majdnem sikerült is neki. Brikicsre és Vanderbergre, illetve Budimire mindenképpen figyelni kell majd. Előbbi 2-16, utóbbi pedig 15 pontot jegyzett a Szolnok ellen. Vanderberg ehhez még hozzátett 9 lepattanót is. De egyesen láthatjuk a fekete mezes vendégcsapatnál. Az egy gyenge kísérlet, de az ismétlés sem jön össze. Ruják rontott egészen közelről. Brown. Ő ugye kipontozódott Körmenden elég hamar. Govens. Tripla kísérlet. Jó a hármas. Erin Govens. A mérkőzés első triplája. Govens rengeteget tölt a pályán, annak ellenére, hogy ő a rangidős a csapatban. Átlagosan 35 percet játszik. Körmend ellen 7 pont mellett 7 asszisztot is kiosztott. Vezér egyéniség ennek a Szedeáknak. Vanderberg dobása lejön, és aztán Diki próbálja megszerezni, végül Brownhoz kerül, lehet fordulni ezzel is. Jól kezd a Szedeák védekezésben. 3 perc alatt mindössze egy kosár a Pécs részéről. A második faltja is közben a Pécsnek. Bíró faltolt, és neki ez már a második, tehát figyelnie kell innentől. Govens. Szépen fordul le, és be is dobja. 9-2, jól kezd a Szedeák, tényleg támadásban is. Ez eddig nagyon rendben van. Nyilvánvalóan biztos, hogy fáradtabb a Pécs. Hiszen már a Szedeák is azért ezen a héten már a második meccsét játsza. Ők szerdán játszottak, így volt azért idejük regenerálódni. Még a Pécs gyakorlatilag meccsről meccsre utazik mostanság. A számukra októberben kezdődött a bajnokság. 8 mérkőzést játszottak le, eddig 3 győzelem és 5 vereség a mérlegük. Ezekből talán a legérdekesebb, hogy az Alba ellen csak egyetlen egy ponttal kapta ki 91-90-re. Nagyon közel jártak ott a bravúrhoz. Ruják hozta fel a labdát. Govens faltól. A Kaposvárt, a Sopront és a Jászberény győzte le eddig a Pécs. A Kaposvárt 80-75-re, a Sopront 83-77-re, a Jászberény pedig egy egészen szórakoztató meccsen 120-102-re. Nem fukarkodtak pontokban a csapatok, de hát a Jászberénynek egyébként is elég sok problémája van ebben a szezonban. Kerpel Frónius Gáspár kap labdát Browntól, Zeletovics. Neki nagyon jól mentek a triplák az Alegerszeg ellen. És most is megszerzi első pontjai, 11-2. 4 perc telt el, és továbbra is csak egy kosarat tud felmutatni a Pécs. Zalaegerszeg ellen is fantasztikusan kezdett a Szedeák, aztán a harmadik negyed volt a holtpont, amikor 5 pontra is vissza tudott jönni az alamegyei csapat, végül azonban magabiztos győzelmet aratott akkor is a Szedeák. Ők ugye 6 győzelemmel és 4 vereséggel állnak. Ma meg lehet a hetedik, ami egyébként azt jelenteni, hogy a legutóbbi teljes
szezon, tehát a 2018-2019-es szezonban felállított 7 győzelmet már is bejártaná a hazai csapat. 11 lejátszott meccs után, ugye az alapszakaszt számítjuk, ami 26 meccsből áll, és az alatt tudott hetet megnyerni két szezonnal ezelőtt. A Szedeák, az előző évad pedig ugye csonka szezon volt, így az kár is számolni. Büntetőkkel jöhet Van der Burg. Hát ebből sem sikerült, lejön az első a gyűrűről. Komoly mélyponttal kezdi a meccset a Pécs. A második már jó, 11-3. Kerpel Frónius. Brown. Zeletovic. Az rövid. De Brown összeszedi. Bowens. Kerpel Frónius, ő is próbálkozik egy hármassal. Az is jó! Kerpel Frónius Gáspár. És már is időt kér Dragan Aleksic. Most elégelte meg ezt a gyenge kezdést. 14-3-ra vezet a Szedeák. 5 perc, 16 másodperccel az első negyed vége előtt. És Dragan Aleksic már is számon kéri játékosait. És ugye láthatjuk, hogy ott van a csapat körül Andrija Čirić is, akiről talán most érdemesebb egy kicsit bővebben beszélni. Ugye 2014-ben igazolt a Szedeákhoz, akkor már veteránnak számított, de egy hosszú sérülésből tért vissza. Nagyon sokan nem bíztak már benne, leírták már akkor Čiričet. A Szedeák azonban kulcsemberként számított rá, ugye akkor még Lazić volt a vezetőedző. 4 évet töltött a Szedeákban, ugye 2014-től és egészen 2018-ig. Nagyon jól triplázott, és mindig látszott, hogy mindent belead a meccseken, és a pályán kívül is összetartotta a csapatot. Egy nemrég vele készült interjúban egyébként azt nyilatkozta, hogy annak idején nagyon komoly hatással voltak rá Bonifer Dobonkos szavai, amikor a Szedeákhoz igazolt, hiszen ő mondta el, hogy vezérként számítanak rá a csapatnál. És egyébként is nagyon közel áll hozzá Szeged. Nagyon szereti a várost, és állítása szerint hosszú órákat tudna beszélni a tiszaparti élményeiről. A labda pedig így a Szedeáké közben, az időkérés után. Hát nem biztos, hogy Dragan Aleksic ezt kérte játékosaitól, hogy így folytassák a meccset. Zeletovic, nagyon szép kosár, 16-3. Ruják Dikivel szemben, középen nagyon egyedül volt, meleg. Hollarról jöhet majd a Pécs, és jönnek a cserék is. Budimir jön le, és Dragasevic a helyén. És Ruják is lejött. Van der Burg. Az is kijön. Semmi nem jön meg előre támadásban a Pécsnek, de akár ezt a védekezésre is el lehet mondani. Kerpel Frónius Gáspár egyedül, aztán Brownnak. Az is lejön most. Ismét fordulhat a Pécs. Van der Burg. Meleg passzolt. Dragasevic. Diki mellett esett el, Diki nem érti. Ennek ellenére a falt az falt a bíróknál.
Ruiz. Ivácevic próbált betörni. Ivácevic egy nagyon hosszú sérülés után tért vissza a Szolnok ellen a Pécs csapatába. Akkor csak néhány percet játszott. Egyébként a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy top csapatnak számít idén a Szeged. Egy nagyon erős gárdáról beszélünk, de teljesen más stílusban játszik, mint a Szolnok. És meg kell próbálniuk úgymond meglepetést okozni. Diki, az rövid, de Zeletovics összeszedi. Így viszont büntetővel jöhet a Szedeák. Van der Börk közben összehívta egy rövid kupak tanácsotársait. De akkor nézzük Zeletovics büntetőit. 3,5 perc van hátra. Az első negyedből 16-3 a Szedeáknak. Az elsőt elrontja. Zeletovics a Szedeák legpont erősebb játékosa ebben a szezonban. A második már jó tőle. 17-3, 14 ponttal vezet a Szedeák. Zeletovics negyedik a pontátlag listán a bajnokságban, meccsenként 18 pont az átlaga. Pedig egy tripla kísérlet, az is lejön, és Brown szedte össze, aztán nagyon szépen teszi tovább Govensnek. Zeletovics. Diki, nagy passz volt, Brown megpróbálja, megpróbálja a hármast, az lejön, Zeletovics nem bírja összeszedni, Dragasevics fordulhat, Van der Börk. Hosszú percek, most már tényleg a legutóbbi kosár óta, amit Van der Börk jegyzett büntetőből. Ezt viszont most jól oldják meg. Krivácevics. És még egy büntetőt is dobhat. 17-5-nél, és jön az első csere a Szedeáktól. Zach Brownnak van már két foltja, így lejön, és itt van Keller Iván a pályán 12-essel. Az a Keller Iván, aki körmenten úgy volt vele, hogy csak hármasból illik, 24 pontot jegyzett, és mind a 24-et triplákból, tehát 8-3 pontosa volt, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a Szedeák 7 év után le tudta győzni idegenben a Körmendet. 11 kísérletéből ért el egyébként ezt a 8 triplát Keller Iván. Itt pedig Zach Brown hármasa, illetve bocsánat, Derin Govens hármasa. 26. Jön a válasz is. Luis. Ódákat zengtek Kellerről a körben meccs után. Ő is csereként állt be. Az első negyed hajrájában, amikor még nagyon mélyen volt a Szedeák. Most Govens nézzük. Az első jó. Belül vagyunk az utolsó két percen az első negyedben. Egyelőre nagyon megnyugtató Szedeák szempontból az, amit a pályán látunk. A második lejön. A labda így a Pécsé, de így is 13 pont az előnye Szövecskó Szekulovics csapatának. Hát az eddigi hazai meccsek alapján talán a harmadik negyed lehet majd, ami kulcs lehet. Közben Luis újabb kosara. A harmadik negyed volt az többször is már hazai mérkőzések során, amikor homoly gödörbe került a Szedeák. Emlékezhetünk rá, hogy az Zalaegerszeg ellen is ez volt, az Oroszlány ellen is vissza tudott zárkózni ott az ellenfél. És közben újabb két büntető majd James Dickey ezúttal. És egy csere, vendég oldalon, Luis jön le, én pedig Ruják András ismét.
és cserél a Szedeák is, ráadásul kettőt, ha jól látom. Zeletovics lejön, és Maier Ákos a helyén. A másik pedig egy családon belüli csere, Kerpelfronius Gáspárt, Kerpelfronius Balázs váltja. Diki. Lejön az első büntetője. Andrija Csirics is megszólalt egyébként a Szedeák meccs kapcsán, és Strecsko Szekulovicsra is kitért. Azt mondta, hogy egy nagyon jó csapat edzője, de hát ez rendre igaz nála, hiszen remek csapatokat csinál, remek csapatokat állít össze, viszont nagyon keveset rotál. A meccsenként 6-8 játékossal hozzá a meccsei Csirics szerint Szekulovics. És talán, hogyha fáradnak, akkor lehet majd igazán komoly esélye a Pécsnek. Most jelen esetben Dragasevics dobhat büntetőt. 22-10 az állás. Az első jó. A másodikat is bedobja. 10 pontra jön vissza a Pécs. Az első negyed utolsó 2-3 percére megérkeztek a meccsbe. Keller nem próbálja meg a hármast. Inkább egy középtávoli, az viszont jó. Keller Iván is megszerzi tehát első pontjait. 24-12. Dragasevics. Belül vagyunk az utolsó percen. Thunderberg. Nem jó a bepassza, Maier szedte össze. Remek labdaszerzés a fiatal magyartól. Govens át a másik oldalra. Keller. Most egy picit lelassul a támadás. Keller. Maier. Szépen Kerpelfronius Balázsnak, aki betör. Diki. Ő sem dob. 7 másodperc még a támadó időből. Govens. Majdnem elejti, de végül megvan, és egy gyönyörű, lejött közben a gyűrűről, pedig nagyon szép játék volt. Diki nem tudta ezt értékesíteni, ahogy Thunderberg sem a túloldalon. Felpörögnek az események, 2 másodperc, dobni kell Govens a dudaszókor, és be is dobja Derin Govens! Fantasztikusan zárja le a Naturtex STS-edek az első negyedet. Derin Govens triplájával 10 percnyi játék után 27-12-re vezet Recsko Szekulovics csapata a Pécs ellen. Hú, ez itt a végén, ez nagyon elsült Govenstől. Már az előtte való akciót is szépen próbálta befejezni a Szedeák, Diki akkor azonban rontott. Túloldalon jött egy blokk, és Govens gyakorlatilag a dudaszó pillanatában elengedett egy hármast. Ennek köszönhetően 15 pont tehát a Szedeák előnye. A Pécs elsősorban azt sajnálhatja, hogy az első 6-7 percben gyakorlatilag 3 dobott ponttal rendelkezett, míg a Szedeák nagyon meg tudott lépni. Nagyon erősen kezdte a meccset a Tiszaparti gárda. Amit mondtam, 2018 óta nem győztek a Pécs ellen. Az utolsó 5 meccset vesztették el. És akkor nézzük kicsit a statisztikákat, amíg szünet van. Derin Govens 12 pontnál tart. Ehhez még 3 gólpaszt is hozzáadott. Diki 5. Zeletovics is 5. Kerpelfronius Gáspár 2. És Keller Iván 2 ponttal áll. Hát bocsánat, Kerpelfronius Gáspár 3-mal. És jelen pillanatban James Diki és Derin Govens az, akik eddig végig a pályán voltak. Govens egyébként az Zalaegerszeg ellen egyetlen másodpercet sem pihent a kispadon, végigjátszotta a meccset. Úgyhogy már korábban is mondtam, 35 percet játszik átlagosan meccsenként, elképesztő munkabírása van Derin Govensnek. Mindig a Teac ellen volt a legeredményesebb meccse, akkor 35 pontot dobott. Nagy kár, hogy azt a meccset itt az újszegedi sportcsarnokban elvesztette a Szedeák. Na jön a második negyed. Meglátjuk, hogy elsősorban a Pécs mennyit tud javulni.
Jött, hogy a Szedeák tudja tartani ezt a jó tempót. Már is megvan az első fal, Diki. Vandenberg. Vandenberg 27-14. Vandenberg kosarával is. Jöhet még egy büntetővel is. James Dickey helyén olasz a pályán. Dickeynek ez volt a második faltja, valószínűleg ezért hozzá jött le most Sekulovic. Helyén tehát olasz Ádám centerben. Vandenberg ezt is bedobja. 27-15. Kovens. Az nagy passz, olasz. Haier nem próbálja meg a triplát, visszatesz inkább Govensnek. Ott most már dobni kell, dob is Govens, és beszédül, jól van. 29-15, 14 pont a Szedeák előnye. Govens ezzel 14 pontos. Egy távoli, hármas. Budimir, a csapatkapitány. Budimirnek ez már a 8. szezonja a Pécsnél. Itt pedig Govens válasza. A második triplája Derin Govensnek a meccsen. 32-18, nem hagyja közelebb jönni a Szedeák a Pécset. Budimir. Brikic. Az is beszédül. Egyértelműen jobban kezdi ezt a negyedet a Pécs, mint az előzőt. Govens. Ketten is figyeltek rá, Kerpelfronius Balázs. Govens megpróbálja ezt is. Ez lejön. De sikerül összeszedni Keller. Aztán Keller nem figyel végül, de a labda a Szedeáké. Vandenberg csúszott ki egészen Kis Zsolt és Sivándi Árpádig. Ők állították meg az amerikait, akit idén igazolt a Pécs egyébként. És a Deac ellen 25 pontot szerzett, az egyik nagy erőssége a vendégcsapatnak. Meg is kell törölni ott a parkettát, Zach Brown és Keller Iván cserélt szakmát egy pillanatra. Cserél is a Pécs, kihasználva ezt a kis szünetet, lejön Vandenberg, és Luisa helyén. Olasz. Majdnem elvesztette. Govens. Ketten próbálják Govens, most agresszíven védekezik. A Pécs Kerpelfronius triplá kísérlete nem jó. Fordulnak a vendégek. És nem jó a tripla, lejön. Szóval sikerül összeszednie Budimirnak. Luis. Haltolják. És dobhat majd büntetőt. Mind a kettőt bedobta Michael Lewis. 32-22. Govens.
Heller. Három másodperc a támadó időből dobni kéne Gómez, megint a Dudaszókor lejött, és Keller összeszedi, így maradt még 14 másodperc. Kerpefronius, Gómez, tripla kísérlet, és beszédül Derin Gómez triplája. Az ötödik triplája már Derin Gómeznek. Húsz pontnál tart. Luis, nem jó a dobás. Olasz. Hovens megint. Most Kerpefronius Balázs próbálkozik egy hármassal, az lejön. Maier pedig próbálja összeszedni, és sikerül is neki. Nagyon szépen csinálta Maier Ákos. A labda hazaiak, és Vanderburg nem pihent sokat, jön is vissza. Kérdés az, hogy ki jön le. Rujákot látom leballagni, de jön vissza hetese, Krivacevic is, ő pedig Brikicset váltja. 35-22. Olasz. Kovens. Olasz, a szép! Olasz Ádám első pontjai. James Dickey is mosolyogva vette tudomásul a kispadról, hogy posztársa volt eredményes. Az pedig egy jó dobás és egy büntető lesz. Budimir harcolja ki, illetve szerezte, megint összeállnak belül a pécsiek. Vanderbölöknek ismét van mondani valója, úgy néz ki. És Budimir meg dobhat egy büntetőt. Be is dobja. 37-25. Ebben a negyedben 12-12-re áll. Igazából bocsánat, nem. Ebben a negyedben jobban áll. 13-10-re vezet a Pécs. Govens. Keller. Na, Keller egy hármas. Igen! Keller Iván! Átmentette, úgy néz ki a körmendi formát. Egyből egy a trippája Kellernek. Sosem dobott még 8 triplát egy meccsen. Ezt ő maga mondta el a körmend meccs után. A labda közben a Szedeáké. Egyéni csúcs volt, de hát amit teljesített körmenden. És az is egy olyan mérkőzés volt, amit egy nagy csapat ellen, egy top csapat ellen játszott a Szedeák, és ismételten szoros meccs volt, de most sikerült nyerni. Ugye korábban a Szolnok, a Deac és a Falko ellen is például, és még az Atomerőműt is idevehetjük, nagyon szoros meccseket játszott a Szedeák. De a győzelemhez valami mindig hiányzott. Körmenden viszont beérett a munka, ami azért az önbizalmak is feltornázza. Túl vagyunk a második negyed felén. Govens. És kiperdül a kezéből Kerpefronius Balázsnak. Jó passz volt pedig Derin Govenstől, marad a 40-25. És egy hármas közben Budimirtől. Már a második volt tőle. 40-28. Govens. Kerpefronius. Keller. Megszerzi nagy nehezen. Aztán Kerpefronius tette össze. Govens nagyon messziről a Dudaszó pillanatában. Atya úristen! Hát ennek az embernek ma minden bejön.
Jézus Mária, honnan dobta ezt Edering Owens? 43-28 a Sedeák javára, majdhogy nem fél pályáról. Látta is, hogy a támadóidő lassan letelik. Hát ezt viszont kegyetlenül eldobta. A hatodik triplája már Owensnek. És hol van még a meccs vége? 7-6. A három pontos kísérleteinek az aránya Dering Owensnek. Elképesztő, mit játszik ma is. Ruják egyedül. Az lejön. Aztán végül Luis biztosít. 43-30. Most támadásban azért tartja magát a Pécs. Sikerül nekik jól befejezni az akciókat. Govens. Hát vele nem tudnak viszont mit kezdeni. Kerpefronius Gáspár jött be közben. Zeletovicsal együtt. Van der Burg lefaltolja. Az első hibája Kenneth van der Burgnek. Jön vissza Kerpefronius Balázs, mégpedig Olasz Ádám helyére. Kicsit több mint 6 perc jutott Olasznak egyelőre. Govens. Újabb falt. És egy újabb csere. Ezúttal a vendég oldalon. Dragasevics jön. Budimir megy le a pályáról. 9 pontos a csapatkapitány Budimir. Ezzel a legeredményesebb játékos egyelőre a vendégeknek. Zeletovics szépen. Megpróbálják leblokkolni, és valamilyen szinten sikerült is, mert a Pécsé a labda. Lejött a gyűrűről a dobás. Marad a 43-30. Góven szerzi meg, és aztán végül közbe fújnak a bírók, hogy lábat ért. És most kér időt Szreszko Szekulovics először a meccs folyamán. Pontban 3 perc van még hátra a nagy szünetig. 43-30 az állás a Sedeák javára. És hát ami Dering Owens mutat egyelőre ezen a meccsen, az több mint klasszis teljesítmény, de 43-ból 23-at vállalt magára. 6 triplája van, 7 kísérletből, és eddig végig a pályán van. A Sedeák nyáron igazolt légiósa, aki ugye persze nem is nevezhető már annyira légiósnak, hiszen a magyar válogatottban is bemutatkozhatott. És ugye ott volt a legutóbbi összetartáson is Szlovéniában, ami végül játszott meccs nélkül sikerült, hiszen többen is megfertőződtek a csapatból. Owens egyébként nem volt köztük, az ő tesztje negatív lett. Így aztán ahelyett, hogy játszottak volna 2 meccset a selejtezők során, Európa-bajnoki selejtezők lettek volna Szlovéniában, hazautazott a válogatott, és mindenki a klubjánál folytathatta a felkészülést, és ezáltal a Sedeáknak is előre hoztak egy meccset, ugye az volt a Szolnok ellen november 30-án, amit szoros csatában elveszített a Sedeák. Aztán viszont sikerült legyőzni a Zetét, Körmendet, és most a Pécs ellen is egyelőre azt gondolom minden rendben van. Van der Burg. Utolsó 3 percben vagyunk, tehát a nagy szünetig. Van der Burg nem hibázik. 43-32. Tartja a Sedeák egyelőre ezt a 10-15 pontos különbséget. Teletovics. Egy újabb falt. Meleg Gergő volt szabálytalan. Ez volt a negyedik személye ebben a negyedben a Pécsnek, a Sedeáknak is ugyanennyi van. Zeletovics. Megint meleggel szemben. Most Luis próbált neki segíteni, Kerpefronius. Újabb falt.
és ezért már büntető jár, méghozzá kettő. Kerpel Frónius Gáspár, illetve Balázs Álloda, bocsánat. Nincs még pontja egyelőre ezen a meccsen, hát most változhat. De nem az első kísérletből, az lejön. A második már jó, 44-32, ismét 12 pont az előny, 2,5 percen belül vagyunk már a második negyedben. Van der Burg egyedül, egy szép magánakció volt Van der Burgtől, egyelőre ma is az egyik húzó embere a Pécsnek. Kovensz. Zeletovics, jó paszt kap. Zeletovics, ott nehéz lett volna már bármit is csinálnia. És ebből most jöhet a Pécs. Van der Burg, ez is jó. 10 ponton belülre jön a Pécs, 44-36. Kovensz, szép játék, Kerpel Frónius Balázs. Újabb gólpassz Kovensztől, a hatodik már tőle. Van der Burg. Itt hármas kísérlet, és az is jó. Szerzője Ruják. 46-39. 7 pont most az előnye a Szedeáknak. Owens. Kerpel Frónius Balázs megtartja. Keller, most nagyon kellene egy Keller tripla, nem jön. És ezzel megint fordulhat Van der Burg. És Kerpel Frónius Gáspár elcsente tőle a labdát, és aztán egyedül lódul meg. Zeletovics, ő pedig befejezi. Hú, de kellett most ez a labdaszerzés, időt is kér. Dragan Aleksic, 48-39, 51 másodperc van még a második negyedből. Nyeri egyelőre ezt a negyedet a Pécs, de ez a labdaszerzés most nagyon jókor jött Kerpel Frónius Gáspártól. Ráadásul azt a Van der Burgöt szerelte gyakorlatilag, aki az utóbbi percekben nagyon élt. 10 pontnál jár egyébként Kenneth Van der Burg. Emellett van 3 asszisztja is. De hát egyelőre kimagaslóan Dering Owens a mezőny legjobbja. A maga 23 pontjával és 6 asszisztjával. Nincs eladott labda a neve mellett. Egyelőre ő tűnik a nyerő embernek. Csirics mondott még pár szót Meleg Gergőnek. Aztán ő is visszaül a padra, és akkor nézzük az utolsó 51 másodpercet. 9 pontos Szedeák előny tehát. Ruják egyedül. Szépen végigvitte. 48-41. És talán az utolsó támadás ez a Szedeáknak ebben a negyedben. Kerpel Frónius Gáspár. Van der Burg kapott bele. Zeletovics. 8 másodperc még a támadó időből. Kovensz. Kovensz szépen át. Keller. És ez is lejön. Ez jó volt az első triplája Kellernek, azóta viszont kettőt rontott. De persze nem szabad rá nagy nyomást helyezni. Itt még nagyon nagy szükség van az ő játékára, ezt pedig Van der Burg bedobja, és kap egy büntetőt is a Pécs. 4 pontra zárkózhatnak föl. 3 másodperccel a nagy szünet előtt a vendégek. 15 pont volt még a különbség a két csapat között az első negyed végén. Ez most drámaian lecsökkenhet. És már tulajdonképpen le is csökkent.
Ez is jó Vanderburgtől. Van hátra még 2 másodperc, Zeletovics 1 másodperc, ez még belefért, jól van, és ez nagyon kellett így a nagy szünetre. Kedves nézők, a Naturtex Esztélye Szedeák 50-44-re vezet 2/4 játék után a PVSK Veolia ellen az NB1-es A-csoportos bajnokság 7. fordulójából elhalasztott mérkőzésen. Jön most egy kis szünet, ami talán itt a második negyedet nézve a Szedeáknak jön jobban. Aztán jövünk vissza a 3. negyeddel, maradjanak velünk. Egészen pontosan 1 percen belül kezdődik a 3. negyed. Naturtex Esztélye Szedeák PVSK, tehát 50-44. Az első negyed végén még azért nyugodtabbak lehettünk kicsit, hiszen a Szedeák akkor 27-12-re vezetett. Köszönhető ez egyébként annak is, hogy nagyon beragadt a Pécs a kezdésnél. Nem nagyon jöttek a kosarak az elején, aztán a második negyedet 32-23-ra már a vendégek nyerték. Köszönhetően elsősorban Kenneth Vanderburg remek játékának, aki 13 pontnál és 3 asszisztnál jár 2/4 játék után. De hát meg kell említeni mindenképpen Deringo ezt, aki rajta is túl tesz, hiszen a Szedeák légió játékosa 23 pontot hozott eddig a csapatnak. 7-ből 6 triplája volt jó, és ezek mellé kiosztott még 6 gólpasszt is, illetve asszisztot. És akkor nézzük a 3. negyedet, visszajön a pályára Dickey és Brown, nekik egyébként 3-3 hibájuk van. A 2. negyed elején jöttek le, véletően erre az időszakra pihentette őket Szreszko Sekulovic. Elsősorban a hibáik miatt is, hogy kipontozódjanak. Hiszen nagyon úgy néz ki, hogy szükség lesz még rájuk itt a mérkőzés második felében. Dickey kezében a labda. És ő szerzi az első kosarat a 3. negyedben. Ami egyébként szokatlan Dickeyvel kapcsolatban, hogy eddig mindössze 1 lepattanója van. Ugye messze a legjobb lepattanós átlaggal rendelkezik az egész bajnokságban. Jön a válasz közben Budimirtől. Szóval egyelőre nem a lepattanókkal jeleskedik James Dickey. 5 pontnál tart. Egyelőre Zeletovic. Zeletovic szépen. Jól láttam, Luis volt, aki hibázott, faltolta Zeletovicsot. És nagyon nagy kérdés, hogy mit bír majd ebben a 3. negyedben a Szedeák. Mert eddig, hogyha valahol fogható volt ez a csapat hazai pályán, az ez egy része volt a mérkőzéseknek. Budimir volt, aki faltolt egyébként. Pedig lejön Brown kísérlete. És Dickeynek van egy újabb hibája. Ez viszont nagyon nem jó hír. Ruják. Ez is nagyon jól játszott, főleg a 2. negyedben. Brükic. Az lejön, Dickey, nem bírja összeszedni Dickey, csak beszédült valahogy. Dickeynek már 4 személye van, figyelnie kell most már. Govens, az lejön, és nem bírja Dickey összeszedni, Vanderburg. Vanderburg, ó, ide nagyot blokkolt Dickey, csak aztán oda került a labda vissza a Pécshez. Pontosabban Brikicshez. 2 pontra jön fel a Pécs. 52-50. Kerpel Frónius Gáspár. Brown. Dickey. Kerpel Frónius. Brown lejárt a támadó idő közben. De egyébként sem volt jó Brown dobása. Kicsit beragad a 3. negyed elején a Szedeák.
kicsit több mint 2 perc alatt egyetlen kosára futotta James Dickey-től. Ruják. Ez pedig így a Szedeáké. Jó védekezett Govens. Hibára késztette a Pécs magyarját. Govens továbbra sem pihen. A meccs legelejétől a pályán van. Ott pedig Dickey-vel szemben a falt. Ezúttal már tényleg Luiz volt. Keményen fogja James Dickey-t. Govens. Szédíti Rujákot, aztán egy nagyon nagy passz adott. Majd Zeletovics. Jó a tripla Zeletovics-tól. 12 pontos Gyorgya Zeletovics. Nagyon kellett. 55-50. Van der Burg hozza fel a labdát. Zeletovics már első triplája. Az Ete ellen 7-ig jutott. Ott is egy tripla kísérlet. De az most lejön Budimir kísérlete. És összeszedte Govens. Kerpelefronius rongyol a másik oldalra. Sípoltak a bírók. Lépéshibát reklamáltak a pécsiek, ehelyett viszont büntetőt dobhat Govens Darin. Na nézzük, tudja-e ott folytatni, ahol abba hagyta. Igen, az első jó. És akkor oldalról folytathatja a játékot a hazai csapat. 56-50, Dickey. Zeletovics. Dickey-nek a passz, belekaptak. A labda a Szedeáké marad. Govens. Zeletovics. Beleáll, bele fog állni Zeletovics. Jó is. Rujják mellől. Györgye Zeletovics. 58-50-re húz most el a Szedeák. Budimir, erre szemben Dickey. 3 pontos lejön, és el is azonban oda került vissza a Pécshez. Nagyon hiányoznak Dickey lepattanói, ez kétségtelen. Jelenleg Brown áll a legjobban a Szedeáktól 5-tel. Dickey-nek továbbra is csak 1 van. És most Brickic dobhat majd büntetőt. Az elsőt azonban elrontja. Jön még egy. És közben följött a pályára 80-assal. Demeter Attila. Másodikat bedobja Brickic egyébként. 58-51 az állás. Govens. Brown. Újabb falt. Brown kapja meg, Van der Burg-kel szemben, Govens. Govens szépen fordul le Rujákról, és a passz Dickey-nek, és lesz időre ez is, de Dickey összeszedi most. Nagyon szép játék volt, ez is volt már egy hasonló az első fél időben is. Akkor sem sikerült Dickey-nek végül betalálnia, ez is lejön,
Kerperfronius nem tudja összeszedni a labda Brikicsé. És még egy falt is. Kerperfronius Gáspártól. Neki még csak az első személye. Vanderburg. Luiz. Ruják, beleáll a hármasba, az viszont nagyon gyenge. Dickihez került a labda nagyon könnyedén. Brown. Dicky. Brown. Nézte, hogy melyik lenne a legjobb pozíció. Visszapattan hozzá a labda, aztán viszont nagyon csúnyán elpasszolja. Egészen Demeterig, ez viszont egy jó védekezés, aztán Browntól nagyot futott. Javította a hibáját. De marad a labda a vendégeknél, akik kettőt cserélnek is. Jön vissza Dragasevic, illetve Krivacevic. Brikic és Luiz jön le. Ruják. A legjobb magyarja ma eddig kétségtelenül. A Pécsnek a lepattanó pedig Demeteré. 58-53. Govens. És egy büntető is mellé. Ez most nagyon kellett. Megint Govenstől. Egyértelműen a Szedeák legjobbja ma eddig. És a büntetője is jó. 61-53. Vanderburg. És megint szólóba kezd. Ezt viszont Dicky összeszedi. Lemaradt két pécsi játékos is. Egyik Vanderburg, a másik pedig Krivacevic. A labda a Szedeáké, de most két pécsit kell összeszedni, és Krivacevic nagyon fogja a bokáját. Ő ugye nagyon hosszú sérülés után tért vissza a Szolnok ellen. És elég fájdalmas arccal terült el a parketten. Vanderburg felállt közben, Krivacevic helyzete viszont korán sem ilyen bíztató. Segíteni kell neki lejönni a pályáról. Hát biztos nem lenne jó neki megint hosszú időre kidőlni a sorból. Egyelőre próbál rálépni egyáltalán arra a lábra. Most kap egy széket és leül. Ebből most ápolás lesz. A labda viszont a Szedeáké. Ami viszont a jó hír, hogy Dickinek most jönnek a lepattanók. Az pedig egy óriási passz volt Deletovicsnak. Hatalmas assziszt volt ez. Deletovics 16 pontos. Ruják. Diki mellett. Diki már ott nem bánthatja. Sőt. Megpróbálta blokkolni, nem sikerült azonban megszerezni a labdát. Vanderburg beleáll a hármasba, az lejön, de a labda még mindig a vendégeké, Demeter Kirujáknak. Ő is megpróbálja még egyszer a hármast, ez már jó. 63-56, 7 pont a Szedeák előnye. Ruják második triplája volt ez. Brown. Szépen Zac Brown lejön, Zeletovics összeszedi. Aztán kiperdül a kezéből, és Vanderburg indul vele. Kipasszolja a hármasra, kísérletezik megint a Pécs, ez lejön, Zeletovics. Lehet, hogy most jobban jártak volna, hogy a Vanderburg megpróbálja egyedül megoldani. Dicky volt ráadásul vele szemben. Brown hármasa közben, jó!
66-56. És egy csere a Szedeáknál. Kerpel Frónius Gáspárt látja Keller Iván. Hosszú idő után újra 10 pont a Szedeák előnye. És eddig jobban alakul ez a harmadik negyed, mint az utóbbi mérkőzéseken a csapat számára. 16-12 egyébként negyedre lebontva a pontkülönbség a hazaiak javára. Ruják egyedül. De Diki összeszedi. Kovens. Brown. Próbálja? Nem próbálja meg. Kovensnek passzolt. Ő pedig egy kockázatos passzt próbál bevállalni. Marad a labda a Szedeáknál. Nagy bravúr lett volna, hogyha Zeletovics azt megkaparítja. Brown elesett, de így is megszerzi a labdát. Nem volt könnyű dolga, de ez egy bravúros mozdulat volt így. A kosár már érvénytelen Zeletovicstól. Viszont büntetőt dobhat. És újabb csere a Pécsnél, jön vissza Luiz és Van der Burg. Ruják és Demeter jön le. Na nézzük Zeletovicsot. Eljön az első. A második már bent van. 11 pont az előny, 2,5 perc van hátra a harmadik negyedből. Van der Burg hozza fel a labdát. Most Brown védekezik vele szemben, Keller elcsúszott ott belül. Luiz teljesen egyedül volt a másik oldalon, de nem kapta meg a labdát, hanem Van der Burg ezt egyedül próbálta megcsinálni, nem jött össze. Most talán egy kicsit sokat vállal Kenneth Van der Burg. Az első két negyedben minden bejött neki szinte. Az viszont harmadjára már összejön. A Govens-Diki összjáték. Harmadik nekifutása, csak bejön az eliop. James Diki juttatta be a labdát a gyűrűbe. 69-56, 2 perccel a harmadik negyed vége előtt, és időt kért a Pécs, pontosabban Dragan Aleksics. Mert most a harmadik negyedben ismét a Szedeák akarata érvényesül. James Diki játéka jelentősen feljavult itt a harmadik negyedben. Jönnek a lepattanók, jönnek a pontok, a jó passzok. És ennek köszönhetően 13 pont az előnye most a Szedeáknak. Ugye volt már ennél több is. Az első negyed végén 15-tel vezetett a hazai csapat. De most ez a 13 is elég jól néz ki. Kovens egyébként ezzel már 8 asszisztnál jár. Volt a 8., amit most Dikinek kiosztott. És továbbra is végig a pályán Derin Kovens. 28 perce már. És ha jól láttam, akkor éppen most jött le. Így is van. Kerpel Frónius Gáspár jött fel a helyére. Na nézzük akkor, hogy Derin Kovens nélkül mire képes ez a Szedeák. Van der Burg. Az bent van. Budimir. Diki. Brown. 4 másodperc van hátra, most már dobni kéne. Brown el is dobja. Nem jön be. És lepattanó a vendégeké. Ezzel pedig Van der Burg be fog menni, nem? Lepasszolja.
De lejön a gyűrűről, és végül Diki összeszedi. Most passzolt Van der Burg, nem próbálta meg egyedül megcsinálni. Ennek ellenére rontott Brükic. És Diki szedte össze a lepattanót. Zeletovic, ezt most megúszta a Szedeák. Kerpelfronius. Szépen egyedül Van der Burg-kel szemben Diki. 3 másodperc, Dikinek dobnia kell. Ez is lejön, de Brownhoz kerül a labda. Diki megint megpróbálja újra, és az is lejön. Nem volt szerencséje most James Dickinek. Ez komoly zicser volt. Kerpelfronius, de most az ellenfél térfelén tartja a labdát. A Szedeák hosszú ideje. És egy falt Kerpelfronius Gáspárral szemben. Dragan Aleksics pedig ezt annyira megelégelte, hogy az akóját a székhez vágta. És most jön le James Dickey, Kerpelfronius Balázs a helyén. Dickeyre szükség lesz még a negyedik negyedben, ezt Reszko Sekulovics is tudja. És akkor nézzük Kerpelfronius Gáspár büntetőjét. Az első, már a dobás pillanatában látszott, hogy nem lesz ez jó, de kicsúszott volna egy kicsit a labda a kezéből. Biztos kezű ítélet végrehajtó egyébként Kerpelfronius Gáspár. Ezt már a Falkó ellen is bizonyította. A második már jó volt, 70-58. Fél perc van hátra. Van der Burg. Kerpelfronius Balázs volt szabálytalan. De ez még csak a negyedik hibája ebben a negyedben. A Szedeáknak. Ez azért egy egészen pozitív mutató, tudván, hogy már csak 12 másodperc van hátra a szünetig. Van der Burg. 1-2 másodperce maradhat majd a végén a Szedeáknak, hogyha ezt végigviszi. Van der Burg végig is vitte, lejön a gyűrűről. Ezt már azonban nem lesz idő eldobni. Jól lehozta a harmadik negyedet a Szedeák. 70-58-ra vezet. 10 perccel a vége előtt, 10 percnyi játékidővel a találkozó vége előtt Szrecskó Sekulovics csapata 20-14-re nyerte meg a Szedeák a harmadik negyedet. És biztató előjelekkel várhatja a csapat az utolsó 10 percet. James Dickey játéka jelentősen feljavult, ez azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Szedeák növelni tudta előnyét a fél idő után. Dickeyre jelenleg 9 pontnál jár, ami mellé 7 lepattanó és 2 assziszt párosul. Govens is lejött itt a negyed végén a pályáról. Dickeynek egyébként vigyáznia kell, hiszen 4 személye van. Majd a kívül Brownnak, Kerpelfronius Gáspárnak és Zeletovicsnak is 3-3. Figyelni kell itt majd az utolsó negyedben nagyon. Zsinórban a harmadik győzelme lehet a Szedeáknak, amennyiben kihúzza ezt a hátra levő időt. Az Alegerszeg és a Körmend legyőzése után a Pécs lehet az újabb áldozat. Pécs egyébként még nem győzött idegenben ebben a szezonban. 3 mérkőzés, 3 vereség a mérleg a Falkó. Az Alba Fehérvár és az Atomerőmű otthonában is kikapott Dragan Aleksics együttese. Hazai pályán viszont 5-ből 3 győzelemmel áll a Baranya megyei csapat. Hát 10 perce van a Pécsnek, hogy valami extrát mutasson, amivel meg tudja fordítani a meccset. És megszerezheti szezonbeli első idegenbeli győzelmét. De ne legyen így. Csinálja jól tovább a Szedeák. Ez bent van. És lesz egy büntető is talán. Egy kisebb kupak tanács van még. Dragan Aleksics vitatkozik most a játékvezetőkkel.
70-60 az állás. Ez már biztos. De most a pécsi kispadnál azért vannak nehézségek. Játékosok beszélgetnek a pályán, de az igazi kupak tanács az most az oldalvonalnál a pécsi kispad előtt történik. Dragan Aleksics-sel. Zeletov is dobhat egy büntetőt. Ennek eredményeképpen. És majd még. Ezt elrontotta. És túloldalról jöhet a szedelek. 70-60 tehát, kisebb kavarodás itt a negyed elején. Dragan Aleksics ezen tudja fékezni az indulatait. Keller kap nagy labdát Kerpelfroniustól, aztán viszont nagyon csúnyán elpasszolja Thunderbirdnek, aki mehet Brownnal szemben, Brown faltolja őt. És ez már a negyedik személyei Zach Brownnak. Thunderbird pedig büntetővel jöhet. Mindjárt kiderül, hogy mennyire érte meg. Keller passza volt nagyon rossz igazából. Az elsőt bedobja Thunderbird. A második lejön, Keller szedi össze. Három nullal indítja így is az utolsó negyedet. A Pécs, Kerpelfronius nehéz helyzetben megoldja. Keller, Dragasevics mellett, Keller, Zeletovics, ez jó. 72-61. Sok minden történt itt egy perc alatt, ami eltelt a negyedik negyedből. Az nagy passz volt, nem merte bevinni a pécsi játékos, de aztán jó döntést választott Budimir triplájával. 8-ra csökkenti a hátrányát a Pécs. Zeletovics. Keller. Kerpelfronius Gáspár. Ketten fogják megint. Aztán nagyon nagy labdát ad Zeletovicsnak, aki bedobja. Szorult helyzetből. Ez egy bravúros átadás volt Kerpelfronius Gáspártól. Nagyon jól játszik ma is. Dragasevics. Brikic. Újabb falt. Ezúttal Zeletovics. Az nagyon rossz visszadobás volt, Zeletovics mehet vele egyedül a gyűrű felé, az pedig teljes mértékkel szabálytalan volt Brikicstől. Ajándéklabdát kapott Gyorgy Zeletovics. És Dragan Aleksics mutatja a játékvezetőnek, hogy akkor videózzák meg ezt az esetet. Videóbíró lesz a labdát, reklamálnak a pécsiek. Mindjárt kiderül, hogy mi lesz a videózás eredménye. Az biztos, hogy Zeletovics egyedül ment. És messze lemaradva mögötte jött a védő, mikor utolérte. Vizsgálják továbbra is az esetet. Tíz pont az előny, ha minden így marad. 74-64.
vendégeknél. Egyébként Budimir 16 pontnál jár, ezzel ő a legerősebb ebben a statisztikai adatban. Van der Börknek 14 van. De Brikic teljesítménye is megsüvegelendő, 11 ponttal, 8 lepattanóval és 1 asszisztal. Még mindig videóznak, és lehet, hogy újraindították a rendszert, mert most egy technikust is oda hívtak, mint hogyha maga a videórendszer nem működne, pontosabban a tablet. Hát innen föntről nem sokat látni, de nagyon valószínű, hogy a rendszer rossz, így addig most egy kis zenés szünet. Na mostanán sikerül újra nézni az esetet. Nyolc perc, 10 másodperc van hátra a mérkőzésből. Közben Kepefronius Balázs magyarázott középen a társaknak. Govens és Diki tehát egyelőre a padon, de egészen biztos vagyok benne, hogy látjuk még őket ma a pályán. Dikinek 4 hibája van, csak úgy, mint Brownnak. Govens viszont továbbra is csak egy faltot csinált. Na, mi lesz, vajon az ítélet? Most már biztos, hogy nézik, mert én úgy látom, hogy mozog a felvétel. Legközelebb egyébként hazai pályán december 19-én játszik majd a Szedeák, akkor a Körmendet fogadják, akit ugye bravúros meccsen sikerült legyőzni szerdán. Közben én is azt próbálom nézni, hogy mit látnak a játékvezetők, milyen kameraállásból vizsgálják az esetet. Na, talán majd most döntés születik. Büntető lesz. Szabálytalan volt tehát a pécsi védő. És akkor Zeletovics büntetővel jöhet. Na, hát hosszú videózás volt ez. Bent van. Kellett a Zeletovicsnak. 6 per 3-mal áll a büntetőket illetően. A második is jó. 76-64. Tehát egy hosszas videóbírózás után folytatódik a mérkőzés. Nagy kérdés, hogy ez kizökkentette valamelyik csapatot. Ez a kisebb szünet. A szép passz, Brikic. Gyorsan visszajön 10-re a Pécs. Kepefronius Gáspár. 6 másodperc van, Zeletovics, dobni kell. Zeletovics dob is. A labda viszont így a Pécsé. Nem volt jó a dobás, és Brownnak sem sikerült összeszedni a lepattanót. Ismét a Pécs jöhet, Ruják passzolt, és kapta is vissza. Luiz, Ruják ismét. Tripla kísérlet, és az lejön. Nincs meg azonban, Luiz szedte össze. Ő viszont bedobja. Ismét 10-en belül. 76-68.
Kerpel Frónius. Három magyar és két légiós a Szedeáktól a pályán jelenleg. Keller. Az is lejön. Kellernek sem jönnek úgy, mint a Körmend ellen, de hát nem is lehet elvárni, hogy mindig minden sikerüljön. Ruják közben. Az megvan. Kerpel Frónius Balázs. Fontos lepattanó volt. Brown hozza föl. Kerpel Frónius Gáspár. Nagyon kéne most egy kosár. Az egy falt. Brikic-től. Budimirnak kell igazán vigyázni a Pécsnél. Neki van már négy személye. Rujáknak és Luiznak 3-3. Közben ugye csere a Pécsnél. És a Szedeáknál is. Visszajött Dering Owens. Kerpel Frónius Gáspár helyén. Brown. Jó a hármas! 79-68. Brown második triplája. És ezzel együtt ő is ma csak triplából volt eredményes. 6 pontnál tart Zach Brown. Vanderburg, ő is beleáll a hármasba, ez nagyon gyenge, Govens összeszedi. El lehetne húzni most egy picit jobban, Govens. De szépen passzolt Zeletovicshoz, nem biztos, hogy teljesen tudatos volt azért, de szépen jutott el a labdát csapattársához. Marad a labda a Szegednél. 5,5 perc van még hátra. Itt meg kellett igazítani a hálót a gyűrűnél. Owens. 5 másodperc, dobni kell. Kerpel Frónius Balázs vállalkozik. Lejön a gyűrűről, összeszedi Brikic. Akkor legyen most egy jó védekezés. Luiz. Brikic. Vanderburg nem áll bele. Majd Ruják. Neki jó viszont. Ruják harmadik triplája. 79-71. Túl vagyunk a negyedik negyed felén. Govens. Ruják vele szemben, nem szabad labdát veszteni. De pontosan tudja ez Dering Owens is. Keller. Zeletovic. Az egy falt. Mégpedig Brikic-től. Neki ez a harmadik. És James Dick is jön vissza. A hátra lévő 4 percre Keller Iván jön le a pályáról. Gyakorlatilag mondhatnám, hogy a kezdő ötös van fönt. Ez csak annyiban nem igaz, hogy Kerpel Frónius Balázs van fönt Gáspár helyett. Owens viszont ez nem zavarja. 81-71. Ruják. Az jó labda volt. És eredményes is belőle. Budimir. Zeletovic. Szépen egyedül Zeletovic. Nagyon jó elzárást kapott Govenstől. 83-73. Most megragadtunk ezen a 10 pont különbségen. Nem baj, jó ez. Ne is jöjjön közelebb a Pécs. 4 perc van még hátra. Megint egy nagy labdát kap közben Brikic. Ezúttal Vanderburgtől. Brikicet nem nagyon figyeljük. Sokat szóra kapta meg, elég üresen a labdát bent középen. Diki. Brown. Újabb falt, Vanderburg. Srecko Sekulovic pedig időt kér.
3 perc, 32 másodperccel a találkozó vége előtt, 83-75-re vezet a Szedeák. De hát ez még egy nagyon kemény 3,5 perc lesz. Ebben a negyedben 13-15 az állás a Pécs Csavára egyelőre. Brikicset rendre megtalálják bent középen. A negyedik negyedben 10 lepattanója van, egyébként ezt leszámítva Brikicsnek. Szedeáknál Diki egyébként 7-nél tart. És nagyon kell figyelni most már a hibákra is. A most pályán lévő szedeákosok közül Brownnak és Dikinek 4, Zeletovicsnak 3, Kerpel Frónius Balázsnak 2 és Govensnek 1 személye van. Tehát leginkább Brownnak és Dikinek kell nagyon figyelnie. A Pécsnél Budimir áll 4-gyel. 18 pontja van egyelőre. Nem bánnánk, hogyha záros határidőn belül el kéne hagyni a pályát. Diki egy kicsit korán indult el. Most viszont megkapja. Govensnek nagyon szép passz. Az viszont lejön most. Rúják szedte össze és indulhat meg. Megint közelebb jöhet. A Pécs beleáll a hármasba ott. Ha jól láttam, akkor Budimir. De sikertelen volt, ez a lényeg. Szegedi szempontból. Govens. Govens, Kerpen Frónius, Brown, Bő is beleáll a hármasba. És Dikit. Diki volt szabálytalan, igen. És ezzel Diki számára véget ért a mai mérkőzés, és magát okolja. Hát ennyi volt James Diki számára, hogy mai találkozó nélküle kell a hátralévő 3 percet a Szedeáknak lejátszania. Keller Iván a helyén. Diki 9 ponttal, 7 lepattanóval és 2 asszisztal zárt. És egy labdaszerzés. Nagyon kellett. Nem tud közelebb jönni a Pécs. Govens. Őrzi, birtokolja a labdát, játszik az idővel Derin Govens. Ezt már nem egyszer láttuk tőle idén szorult helyzetben, és jól is csinálta. Brown egy kicsit meglepődött, hogy megkapta. El kell dobnia, és ez most nagyon jó. Nem baj, hogy csak kettes. Attól még jól jött. 85-75, 2 perc, 17 másodperc van hátra. 10 pont az előny. Ezt nem szabad innen most már kiengedni a kezükből. A Szedeákosoknak Luis bedobja, és kap még egy büntetőt is. Ez most nem jött jól. Na nézzük Luist. Bedobja. 85-78. Govens. Az nem kérdés, hogy a Pécsnek innentől kezdve hibátlan játékkal kell előrukkolnia. De ezt még a Szedeák sem hiheti el, hogy megvan. Keller. Zeletovic. 5 másodperc. Zeletovic dobni kell. Blokkolták a dobást, és Luis indul meg belőle. Rúják. Egy újabb tripla kísérlet, lejön, de aztán Brikic. 5 pontra jön vissza a Pécs. És Diki a kispadról motiválja a társakat, másfél perc van hátra. Zeletovic. 4 hibánál tart egyébként a Pécs és a Szedeák is, tehát fault esetén büntető jönne, Govens vállalkozik hármasra, ez sem jó. Másodszor ront el tripla kísérletet ezen a meccsen Govens. 1 perc van még hátra, 5 pontos hátrány van a Pécs, és jön előre Rúják,
forgolódik, majd dob, és bedobja. 3 pont a Szedeák előnye azok után, hogy 10 is volt. És belül vagyunk az utolsó percen. Kosár kell a győzelemhez. Govens megint játszik az idővel. 12 másodperc a támadó idő. Zeletovic nem áll bele. Közelebb megy Zeletovic. Az jó! És ez nagyon kellett. 87-82. 5 pont, és nagyon jön a Pécs. Gyorsan felhozzák a labdát. Nekik nincs idejük játszani úgy, mint Govensnek. Luis, ha ez sikerül kivédekezni, akkor talán megvan. Luis, 3-asa jó! 27 másodperc, 2 pont a Szedeák előnye. Ha végig támadja ezt a Szedeák, 3 másodperce marad majd a Pécsnek. Govens őrzi a labdát. Játszik az idővel, egyértelmű. Govens ellenöntje Zeletovic, és a labda így végül a Szedeáké. Lábra pattant ott. Hú, ez most nagyon meleg pillanat volt. 10 másodperc van hátra. Kiperdült Zeletovic kezéből. Nagy szerencséje volt most a Szedeáknak, ezt be kell vallani. Keller. 9 a támadóból, 10 a játékidőből. Zeletovic, faltolják. És akkor büntető. Én azt gondolom, hogy Zeletovic lezárhatja a meccset, ha bedobja. De hát könnyű innen fentről beszélni. Na nézzük az elsőt. Bedobja az elsőt. 88-85. Ha ezt is bedobja, akkor nem létezik, hogy a Szedeák ne nyerje meg ezt a meccset valahogy. Már pedig bedobja Gyorcs, Zeletovic időt kér, Dragan Aleksic. De 89-85, 9 másodperccel a vége előtt. 4 ponttal vezet a Szedeák. Végletekig kiélezett párharc. Nagyon nehéz meccs ez, mert a Pécs nagyon jól játszik. Annak ellenére is, hogy kevesebb, mint 48 órával ezelőtt játszottak legutóbb a Szolnok ellen, elképesztően jól helyt áll a Pécs. És itt a végén bizony elég komoly erőbedobásra készítették a Szedeákot. Nem merem elkiabálni, de hát 9 másodperc van hátra. Ilyen Szedeáknak, mint az idei, ezt szerintem le kell, hogy hozza. Még akkor is, hogyha itt most villámgyorsan talál egy kosarat a Pécs csapata. Nem tudom, mit tud mondani ilyenkor Dragan Aleksic. De az egészen biztos, hogy villámgyorsan a kosár kell a Pécstől. És azért is jó, hogy mind a két büntetője bement Zeletovicnak, mert így még egy távolival is csak egy pontra közelítené meg a Szedeákot a Pécs, tehát az még kevés lenne nekik az üdvösséghez, illetve a hosszabbításhoz. Na nézzük akkor ezt az utolsó 9 másodpercet. Ruják. A Deac ellen már volt egy kellemetlen befejezés. Brikic, az lejön, és Brown nem tudja összeszedni Vanderburkét, de le fog telni az idő majd. Vanderburk tripája ráadásul rossz. Még egy lehetőség, és ez már nem számít. Ha be is ment volna, akkor se számítana. Izgalmas végjáték után a Naturtex STS Szedeák zsinórban harmadik bajnoki meccsét is megnyeri. 89-85-re győzi le a Pécs csapatát. Egy nagyon izgalmas bajnoki mérkőzésen. Minden dicséretet megérdemel a Pécs is, mert nagyon jól küzdöttek. Különösen a második és a negyedik negyed volt az övéké, de ez kevés volt a győzelemhez, a Szedeák végül megcsinálta, és zsinórban a harmadik meccsét megnyeri, a harmadik meccsét is, és ez már a hetedik győzelme Szrecskó Szekulovics együttesének a bajnokságban, ami már annyi, mint a legutóbbi teljes szezonban összesen volt a Szedeáknak az alapszakasz követően. Ugye 2018-19-ben 26 meccsen jött össze a 7 győzelem, most 11 is elég volt ehhez. Megvan tehát a Szedeák 7. győzelme
legközelebb december 19-én az Aegis körmendet fogadják itt az Új Szegedi Sportcsarnokban. A Tisza partiak, az is egy nagyon jó meccs lesz, ez is az volt a végeredmény viszont. És ezzel búcsúzom Naturtex STS Szedeák PVSK Veolia 89-85 viszontlátásra.